Kevesebb a rossz minőségű élelmiszer a boltokban és a piacokon tavaly karácsonyhoz képest. Ez derül ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal karácsony előtti ellenőrzéséből. A hatóság ilyenkor kiemelten ellenőrzi a húsokat, az édességeket, de még a pezsgőket is. Az ünnepek előtt a vásárlók is jobban figyelnek a minőségre, mint évközben szoktak. Vidos Mihály riportja. Áfonyát vettem, és mákot vettem. Halászlét, halat. Pulykát, halat. Savanyú káposzta, kolbász, ilyes. Hat nappal szenteste előtt már szinte mindenki az ünnepi menühöz vásárol a központi vásárcsarnokban. Jól fogy a hal, a hús a beigli töltelékhez való. Ilyenkor a többség kicsit máshogyan vásárol, mint évközben. Az árak nem számítanak, mert inkább az ember kicsit többet fizessen és normális árakat kapjon. Nem mindig az a jó, amelyik olcsó. Tehát megnézem, friss, jó minőség inkább az. Én a minőséget figyelem. A nagyobb piacokon a hatóság szerint csak ellenőrzött élelmiszereket lehet kapni, így az ilyen helyeken kicsi a veszélye annak, hogy romlott árut kapjunk. De mint minden ünnep, a karácsony is vonza azokat a csalókat, akik szabálytalanságokkal próbálnak előnyhöz jutni a piacon. Ezen a Pest megyei Vágóhídon például 2000 szabálytalanul levágott baromfit találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal ellenőrei. Az összesen 2,8 tonna hús egy része már büdös volt és rohadt. A tulajdonos azt mondta az ellenőröknek, hogy állateledelnek szánta, de a hatóság nem hitt neki, az összes húst megsemmisítették. Mind a déli gyümölcs, mind a pezsgő, mind a méz, mind az édesipari termékek. A szokásos termékek mellett ilyenkor ezeket kiemelten ellenőrzik a NÉBIH szakemberei, az idei vizsgálat első fele már lezárult. 2687 ellenőrzésből 70-szer kellett bírsággal büntetniük az élelmiszerrel foglalkozó vállalkozásokat, 32-szer elég volt a figyelmeztetés. Összesen 3148 kiló ennivalót vontak ki a forgalomból, és több mint 12 millió forint bírságot szabtak ki. Egy héttel rövidebb az időszak, az idei ellenőrzés időszak, ráadásul több ellenőrzést végzünk kevesebb idő alatt, és mégis azt látjuk, hogy kevesebb a szabálytalanság, tehát több a jogkövető magatartás, többen figyelnek még a kitelepült vállalkozásoknál is a karácsonyi vásárokban is, hiszen ott gyakorlatilag alig kellett büntetni. A mostani ellenőrzések eredményei is ezt mutatják. A higiéniai és minőségi hiányosságok, valamint a nyomonkövetési problémák is ritkábbak, mint tavaly. Vidos Mihály, Hír 24.